Így látott, amíg tart a nyár című filmről fogunk beszélgetni Kálnaki Nagy Árterapeutával és Demetrovicsóval, pszichológussal, addiktológussal. Azt hitták, hogy nem könnyű megszólalni egy ilyen film után, és hát ez valóban így van. Még mielőtt egy ilyen fogalmi tisztázást tennék, jó? Tehát, hogy én nem vagyok gyászterapeuta, mi azt mondjuk, hogy gyászkísérést végzünk. Egyébként is szociológus vagyok, tehát, hogy nem abból az irányból jövök, és annak a szervezetnek a keretében, amiben ezt csinálom, a Napfogyatkozási Egyesület keretében, mi azt mondjuk, hogy ez a gyász az egy természetes folyamat, mindenkinek megvan az erőforrása ahhoz, hogy ezt a gyászmunkát elvégezz, és hogy ezt nem patologizáljuk, tehát alapvetően nem terápiát végzünk. Ezért azokat a nagyon ellentmondásos érzések már vagyunk mi most itt hagyva, amiben ugye azok az emberek, akik ebben az élethelyzetben vannak, benne vannak a tehetetlenség, a kiszolgáltatottság, a kontrollvesztettség, a remény megtartása, de egyben annak a nagyon fokozatos felismerése, hogy még sincs remény, és ennek a nagyon szélsőséges hullámzásában voltunk mi jelen ezekkel a szereplőkkel, akik ebben a filmben játszottak, és azért ott van még ennek egy másik gondolata, hogy azért nem az életrendje szerint történnek a dolgok. A fiatalok, a gyerekek, kamaszok halála az abszolút nincs benne, ami, hogy mondjam, az életciklusokkal kapcsolatos biztonság érzetünkben, amiben az van, hogy megszületünk, felnövünk, felnőttként kitérsedik az életünk, aztán utána megöregszünk és meghalunk. És ezek a halálesetek mindig sokkal megrázóbbak és sokkal nehezebben tudunk hozzájuk kapcsolni, mert az alapvető biztonságérzetünket, a világrendünkben, a tetítünket rendítik meg. Sokan megkérdezik, hogy miért foglalkozom gyásszal, és akkor mindig azt szoktam mondani, mert nagyon erősen kapcsolódunk ezen keresztül az élethez. És azt gondolom, hogy ebben a filmben az élethez való kapcsolódásnak nagyon sok szimbólumát és formáját láthattuk. Talán az időm elgondolkoztató eleme ennek a filmnek, hogy mennyire egyedül van valójában hagyva ez a lány ebben a az egész folyamatban. Talán, mintha valamiféle különbözőséget láttam abban, hogy hogyan látjuk ezt. Az nagyon hangsúlyos szokott lenni, hogy az egészségükben, meg ez az egész medikális vonalat, ugye nagyon sok törődünk, és nagyon sok emlékük van arról, és arról, hogy valóban hogyan tudnak kapcsolni, arról nagyon kevés. És ebben a filmben szerintem ez egy fantasztikus dolog volt, hogy ezt így teljesen kiszedték. Valójában csak is kizárólag azokról az emberi kapcsolatokról szól, hogy azok alakulnak. Nem feltétlenül jól, nem feltétlenül optimálisan, nem feltétlenül arról szól, hogy van a helyet, hogy arról szólna, hogy nincs. Ebben vannak olyan csomópontok, vagy ilyen kihangsúlyozandó elemek, ahol itt nagyon erősen megfogalmazódik az, amiben ők vannak. Mennek valamerre mindenki valamilyen irányba, hogy valahogy tudjon hárítani, vagy közeledni, vagy távolodni, vagy valahogy másképp kapcsolódni ez a helyzethez. Nagyon nehéz úgy az élet eszenciájával szembesülni, hogy közben ő lázad a szülei ellen. Tehát, hogy ez egy nagyon ambivalens viszony. És a másik, amit így valahogy egy nagyon furcsa érzésem volt, hogy néztem, hogy ugye itt van ez a fiú, aki függő, kicsit olyan volt, mintha ennek a közeledő halálnak a szimbóluma lenne. Ő megjelenik, mint a passzásod, az első pillanatban játszik a halálon, és tulajdonképpen jön a lányért, amit biztos értelmeztem, erről szól a film. Ugyanakkor, és ennyiben talán az ő szála szerintem tényleg izgalmas, ahogy ezen a folyamaton végigmegy a lánya. Ez mennyire jellemző, hogy a gyász meg a függőség egyszerre van jelen is, hogy elfordulnak és ezt az eszközt választják a családban élők, vagy az érintett közelében élők, hogy egy picit távolítsák, vagy nagyon távolítsák a valóságot. Nyilván, ha valamilyen érzelmi trauma, nehézség, kihívás van, akkor azért ezek a szerek, ezek mindig egy lehetőséget jelentenek arra, hogy távolítsam a problémát. Tehát, hogy alkohol, a morfium, a nyugtatók, mindaz, amit megjelen,
Nick Szergét. Ezeket az emberek arra használják, hogy az érzéseiket, fájdalmaikat, szorongásaikat elnyomják, hogy azokat a problémákat, amikkel nehéz szembenézni. A kamaszkorban alapvetően a saját testhez való viszony, ez egy nagyon ambivalens viszony, és ez egy nagyon bizonytalan, elbizonytalanító helyzet. És az, ahogy mondjuk én lap például a párkapcsolatom, hiszen a fiú keresztül megpróbálja saját önbizalmát, testképét és egyéb megéléseit megtenni, az egy nagyon, tehát az kevésbé nehezén függésnek, mint hogy ennek az önbizalom visszaszerzésnek, meg az önmegélésnek a formáinak, ami ott nagyon rövid idő alatt és nagyon fókuszáltan történik, meg egy idő van rá. Ez is az egész filmnek szerintem az egyik drámája, hogy itt van ez a lány. És nyilván itt van ez a lány, akinek hát abban az életkorban, abban a helyzetben van, hogy felnőtté kéne válni, meg kipróbálni a dolgokat, neked itt van ebben az izgalmas, és persze bizonyos tekintetben dekadens, de valójában azért mégiscsak az élet felé nyitó serdülőkorban, ami az ő számára a halál felé vezet, hogy ebben teljesen egyedül van hagyva. Nekünk, tehát alapvetően az a hozzáállás, hogy nem mondhatunk meg valakinek, hogy oké, az, ahogy ő mondjuk az előgyászában van, mert egyszerre kell magában tartani valamit, és egyszerre kell lemondani valamiről, és egyszerre, igen, ezeket az érzelmeket valami nehéz közelengedni. Itt is, amikor nézzük, mi is nagyon fokozatosan engedjük magunkhoz közel, és nem egy embert láttam sírni a végén, és egyszerűen ezek olyan érzések, amiben az emberek sokszor úgy gondolják, hogy lehet, hogy ők maguk sem normálisak, hogy egyébként nem tudnak velük mit kezdeni. Tehát, hogy azért ez egy embereknek nagyon elfogadónak kell lenni egymással, és hogy ők annyit meg tudtak tenni, hogy vannak pillanatok, amikor elfogadóak tudtak lenni egymással, az már önmagában egy nagyon fontos lépés. Én azt mondom, hogy ebben a filmben voltak olyan pillanatok, amikor így nagyon átérezhető volt ez a fajta kapcsolódás azhoz a helyzethez és egymáshoz, amiben voltak, még akkor is, hogyha lehet, hogy nem volt ez ilyen nagyon egyértelművé téve. De azt gondolom, hogy ezek a kapcsolódások valahol létrejöttek, és az pedig egy másik része, hogy soha nem tudunk eléggé segíteni annak, aki meghal. Tehát, hogy soha nincs az, tehát, hogy nagyon sokan vannak, akik úgy jönnek, hogy bárcsak ott lettem volna, bárcsak el tudtam volna köszönni, bárcsak tehettem volna többet, és nagyon sokszor tényleg azt kell mondanunk, hogy ahogy egy másik embernek az élete, és az övé a halála, és az övé. És meg kell adnunk a másik embernek a saját halálának a megélését is, és hogy ebben sokszor nagyon nehéz mit kezdeni. Sokszor meg azért van az embereknek bűntudatuk, mert hogy valamit nem éltek meg együtt, amire meg lehetőségük lett volna. Tehát a bűntudat az olyan mértékig húzódik végig a halálhoz való viszonyunkon, meg az utána lévő, hogy az emberek megtehet azt is, amikor valamiért meg az elkezdőjük is tud lenni bűntudatuk, és ebben tényleg nagyon sokat kell dolgoznunk. Gyászcsoportom is a harmadik, negyedik alkalommal már nagyon sokat mennek az emberek, mert itt rájönnek, hogy azon keresztül tudnak kapcsolódni, és ezeket a kapcsolódásokat meg kell magunknak teremteni azért, hogy tudjunk kapcsolni az életünkhöz is. Mert hogy azért ez az élethelyzet pontosan arról szól, hogy nagyon mélyen az eszenciával találkozunk, ami az élet értelméből teszi fel a kérdéseket. És ebben van egy nagyon nagy mélység, meg egy nagyon nagy magasság is. Én ezekkel az emberekkel, akik itt maradtak, mivel rájuk senki nem tud úgy készülni a halálára, hogy mindent elrendezettnek tudjon, valamennyire sikerült talán. Na valamit akkor gondolkodni való, ezt mindenképpen hagytak nekünk ezek a szereplők is, hagyott nekünk ez a film. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt maradtak velünk, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Kányok Ingának és Demetropik Zsoltnak.